Színházi előadások, koncertek, ifjúsági tribünök és rengeteg fejlesztő műhely munka. Ez várja a fiatalokat 2019-ben a program keretében. Az újvidékiek szerint fontos megmutatni a világnak a város lehetőségeit. Újvidék elég nagy város ahhoz, hogy a fiataloknak nagyon sok esélyük van különböző akár kulturális, akár más sportaktivitásokban részt venni és foglalkozni, de mindenképpen, ha ezt valahogy előbbre tudnánk vinni, javítani rajta, az mindenképpen jót jelentene. Az, hogy Újvidék 2020-ban és 2021-ben a művészeti városnak fog számítani Szerbiába, igenis nagy lehetőségeket nyit más utakon is, legyen az külföldi föllépőket elhozatni Újvidékre, és azt hiszem, hogy a fiatalságnak is rengeteg lehetőség nyílik itt ebben a városban. Pa ima mnogo što šta da se pokaže. To je grad i muzeja i galerija i nepokretnih i pokretnih spomenika kulture i mislim da Novi Sad ima mnogo što šta da pokaže Evropi. Az újvidéki Opens ifjúsági szervezet egyik célja, hogy arra ösztönözze a fiatalokat, vegyenek részt saját jövőjük formálásában. 200 programra várják majd a résztvevőket Szerbiából és a régióból. A projekt 3 évig tart. Bilo da su pitanju male radionice, kroz koje ove godine prošlo preko 10.000 ljudi. Bilo da su pitanju veliki festivali, kao što su festivali koje smo mi sami pokrenuli ove godine, poput recimo festivala boja, koncerata i tako dalje. Bilo da su pitanju samo vršnjačke edukacije ili neke druge obuke za mlade ljude. Preko pola miliona mladih ljudi proći će kroz preko 200 projektnih aktivnosti samo ove godine, što je ono što smo započeli naredne godine, prethodne godine, ali ćemo efekte svega toga mi vidjeti tek kroz nekoliko godina. Az Európai Ifjúsági Fővárosa rendezvénysorozat hivatalos megnyitóját január 26-án tartják a zsinagógában. Az ünnepség a Vojvodina Sport és Üzletközpontban koncerttel folytatódik.